A húsvéti négy napos hosszú hétvége beindítja a tavaszi üdüléseket. 17%-kal nőtt az előfoglalások aránya időarányosan az előző évhez képest. A május elsejei és a pünkösdi időpontokat is foglalják már, és a nyári előfoglalások is 40%-kal nőttek időarányosan tavaly ilyenkorhoz képest. Akadnak olyan népszerű szállások, amelyek már most teltházasak az ünnepi időszakokra, de bőven vannak még szabad szállások. Idén már bátrabban merünk távolabbi időpontokra előre foglalni az elmúlt évekhez képest. A korai szállásfoglalókat jellemzően az alacsonyabb ár vonzza, így ilyenkor a nem hotel típusú szállásokat viszik jobban. A hosszú hétvégéhez közeledve viszont fokozódik a hotelek iránti kereslet is, különösen a saját wellness részleggel rendelkezőkre. A foglalások 29%-a apartman, 27%-a hotelbe, 25%-a vendégházba, 14%-a panzióba és 5%-a egyéb típusú szálláshelyekre szól. Egy főnek éjszakánként átlagosan 11.540 forintot kell fizetnie, ami közel 19%-os növekedés tavalyhoz képest. Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Pécs és Nyíregyháza a magyarok legkedveltebb úti célja a tavaszi szünetben.